Egy 11. kerületi lakónegyedből sok éve illegálisan szállítja el a háztartási szemetet egy vállalkozó, a Fidó Kft. Derítettük ki ott lakók segítségével. A vállalkozó szerint én ezzel a cikkkel többet keresek, mint ő a Kondorosi úti bizniszen, de a megismert adatok alapján határozottan állíthatom, hogy ez nem így van. A Kondorosi lakónegyed több ütemben épült, 2005 és 2017 között. Összesen több mint 1300 lakásról van szó, ami egy leányfalu méretű településnek felel meg. A közös képviselőnek szerződést kellett volna kötnie a budapesti közművekkel a szemét elszállítására. Azonban a 8/A, 8/B, 10/A és 10/B társasházak egyike sem rendelkezik szolgáltatási szerződéssel. Ezt adatkérésünkre a budapesti közművek is megerősítette. Pedig Budapesten kizárólag ők jogosultak a háztartási hulladék elszállítására. A lakóparkból mégis a Fidó Kft. Viszi el a szemetet. Ezt március 27-én végignéztük, és kamerára is vettük. Azt tapasztaltuk, hogy nem csak a 10/B elől viszi a Fidó Kft. A hulladékot, hanem az összes többi szomszédos háztól, és nem csak a vegyes hulladékot, hanem a szelektív hulladékot is, tehát a papírt és a műanyagot is ők viszik el ezektől a házaktól, és egyszerre öntik be az autójukba a vegyes hulladékkal együtt. Ezt a lakók régebb óta tapasztalják, derül ki a lakosok Facebook csoportjából. A Fidó Kft. Lomhulladék szállításáról ad számlát a háznak. A szállító leveleken viszont kommunális hulladék szerepel. Kukaürítésenként nettó 1600, azaz bruttó 2032 forintos áron dolgoznak, ami magasabb, mint a budapesti közművek díjszabása. A különbség nem tűnik soknak, de évente akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet a lakóknak, házanként. A közös képviselő egyelőre nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, mert ahogy írta, nincs felhatalmazása a háztól. Érdekes az is, hogy vajon mi történik a begyűjtött hulladékkal. Egyes lakók úgy tudják, hogy a Fidó a telephelyén átválogatja és a hasznosítható részeket, például a papírt, műanyagot, fémet eladja. De ezt az ügyvezető kérdésünkre tagadta. Haraszti út 46-os szám előtt vagyunk, ez a Fidó Kft. Telephelye. Az előbb egy pár perccel ezelőtt kanyarodott ide az a Fidós kukásautó, amit a Kondorosi út előtt is láttunk. A Fidó Kft. Vezetője telefonon elmondta, hogy a telephelyükön csak parkolt az autó, és később gyárra szállították a szemetet. Arra a hulladéktelepre, ami éppen azokban a napokban gyulladt ki. A hulladéktelep megerősítette, hogy van a Fidóval szerződésük, de azt nem árulták el, hogy milyen hulladékot vitt oda aznap a Fidó. A budapesti közművek megkeresésünk után bejelentést tett a Pest megyei kormányhivatalnál illegális hulladékgazdálkodási tevékenység miatt. A vizsgálat megindulását a kormányhivatal is megerősítette számunkra. Az elmúlt évtizedben a fővárosi közszolgáltató több 100 millió forint bevételtől fosztotta meg saját magát.